A mai videóban azt fogjuk megnézni, hogy milyen változások mennek végbe a szervezetünkben a melegvizes fürdőzés alatt. Szeretettel köszöntök mindenkit! A 40 fokos melegvizes kádban, vagy mondjuk jacuzziban eltöltött 30 percnek számos pozitív élettani hatását élvezhetjük, és segít abban is, hogy jobban érezzük magunkat. Próbáljunk meg ellazulni a melegvizes fürdőben, próbáljuk meg elengedni a gondolatokat. A melegvízben történő elmerülés az anyaméhben való jelenlét érzését kelti fel bennünk, és ez szinte minden ember számára nagyon megnyugtató lehet. Az első és legfontosabb hatás, amit elérhetünk a melegvízben tartózkodással, a kortizol, azaz a stresszhormonok csökkenése, ami a szorongás és a depresszió mérséklődésével jár. A kortizol csökkenésével szerotonin szint növelést tapasztalhatunk, a szerotonin ugye a boldogsághormonunk, a nyugodtság és a jólét érzetéért felelős. Mélyebb és nyugodtabb lesz az alvásunk a lefekvés előtti melegvizes fürdőzéstől. Az alvási ciklust irányító melatonin hormon hűtő hatású, tehát csökkenti a testhőmérsékletünket, ezért ha lefekvés előtt a melegvizes fürdőzéssel felmelegítjük a testhőmérsékletet, a magasabb hő hatására több melatonin fog termelődni, mert a szervezetünk azt érzékeli, hogy ugye jobban le kell hűtenie magát, ezáltal jobb lesz az alvásunk. Oldódik az izomfeszültség, az izmok ellazulnak a meleg vízben való ázás alatt, így például váll, hát, kart, comb merevségre, a keménység lazításához is nagyon jó meleg vízben áztatni magunkat. A melegvizes fürdőzés növeli a nitrogénoxid szintet, ami az érfalak tágulását, lazulását, így a vérnyomásunk csökkenését eredményezi. Ha nyakig benne vagyunk a meleg vízben, a víz fizikailag nyomást is gyakorol a testünkre, ezzel pedig a szívünket a jobb teljesítmény elérésére késztetjük, azaz erősödik a szívműködés, amivel olyan hatást érhetünk el, mint mondjuk egy könnyű 10-20 perces edzéssel. A forró víz vagy a jacuzzi meleg vízének a gőze mozgásba hozza az arc és az orr ereit, így felazul a nyálkahártya elzáródása, hidratálódnak az orrjáratok, tehát tisztulhat az orr, és az influenza vagy mondjuk a megfázás tünetei is mérséklődhetnek. A legtöbb fejfájás hátterében az agyban lévő erek szűkülése áll, a meleg vízben való tartózkodással az agyi erek kitágulnak, ezáltal mérsékelhetjük a fejfájást. A meleg víz segít az inzulin stabilizálásában is, illetve kalóriát is égethetünk, tehát a fogyáshoz is hozzájárulhat. Egy fél órás melegvizes fürdőzéssel 70-80 kalóriát égethetünk el, ami kb. Egy fél órás sétának megfelelő kalóriacsökkenést jelent. Erősödik az immunrendszer is a melegvíz hatására, mivel ugye mi is történik, felmelegszik a testünk, pont úgy, ahogy láz esetén, amikor is a megnövekedett testhő hatására sokkal aktívabbak lesznek az immunsejtek, ugye nagyobb hatékonysággal kezdik semlegesíteni a vírusokat, gombákat és baktériumokat. A meleg víztől kitágulnak a pórusok a bőrünkön, ami a bőr könnyebb megtisztulását, a bőrben jelenlévő méreganyagoknak a hatékonyabb távozását jelenti, így a bőrünk frissebb és tisztább lesz. A meleg vízben a bőr hidratálódik, és hosszabb ideig lesz ugye nedves, így csökken a bőr kiszáradásnak az esélye. Fokozhatjuk a melegvizes fürdőzés hatásait magnézium tartalmú fürdősóval, például magnézium szulfáttal, továbbá illóolajok hozzáadásával. Házunk egy fél órát a meleg magnézium tartalmú fürdősós vízben, a bőrünkön keresztül is felvehetjük a magnéziumot, ami ezt követően bekerül az izmokba, majd a vérkeringésbe. A magnézium és a kálium a két fő nyugtató a szervezetünkben, tehát a stressz mérséklődéséhez, az izmok megnyugtatásához és székrekedés ellen is kifejezetten hasznos. Az illóolajok közül nyugtatási, stresszoldási célból a legjobbak a citromfű, a levendula, a narancs, a kamilla és a tömjén. Nem ajánlott a melegvizes fürdőzés pláne hosszabb ideig és kifejezetten forró vízben szívbetegeknek, mivel ugye befolyásolja a pulzusszámot és a vérnyomást is. Ha égési sérülés, komolyabb vágás, nyíltsebb vagy kiütés van a bőrön, szintén érdemes fontolóra venni, hogy beleüljünk-e hosszabb időre a meleg vízbe.
Ha alacsony a vérnyomásunk, tovább csökkenhet a melegvíz hatására, és akár szédülés, ájulás is lehet a vége, főként akkor, amikor ugye kiszállunk a melegvízes kádból. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a melegvízes fürdőzés hatásairól, kedveld a videót, oszd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a feliratkozás melletti harangomra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Nagyon jó egészséget kívánok neked, ha találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!